állam, 20-as számítógép. Saját tulajdon népedet, itt elhívtál
hazugságunkra, és készítettél nekünk a lelki tápláléket a te szolgáládra. Add, hogy megértsük. Segíts, hogy ahhoz szabjuk a mi egész életünket, hogy neked kedves és tetsző életet éljünk el jelen való világban. Neved dicsőítésére. Istenünk, a te szent lelked által nyisd meg lelki szemünket, lelkünket, hogy értsük meg, és az gyakorlatra ültessük minden te akaratodat, amit elvársz tőlünk, mint elhívott a kívánok a gyermekeitől. Kérünk, őrizzél meg úgy ezt órára, mint egész nap, minden zavaró körülményektől, ami megzavarná a mi nyugalmunkat. Urunk, áld meg ismételten kérünk az igét, és annak szólóját is, úgy az elejét, hogy megértsük. Köszönjük, hogy megadod a kérésünket, még álmunk magasztalunk, dicsőjünk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, kérjük sőt. Családjáért, tehát a következő hét, ami előttünk van, imában hordozunk gyülekezetünkben Szajkó Máriát és az ő családját. Megérkeztek a közlönyök is, aki még nem vette el, akkor gondolom, hogy kint megtalálja az asztalon. Egy kicsi kis változást eszközöltünk rajta, ami az utolsó lapon van, ami a gyülekezet betegeit illeti. Ugye már eddig egy sorban találtuk a betegeink címszó alatt, de most ketté osztottuk ezt, hogy egy kicsit tisztább képet lássunk. Különböztük a gyülekezetünk betegeit, ami azt jelenti, hogy nem csak akik megkeresztelt tagok a mi gyülekezetünkben, hanem akik ha barátkozók vagy gyermekek, vagy bárki, de ide ebbe a gyülekezetbe járnak, és ezt látogassák. És külön betegeink címszó alatt pedig, amikor valóban más helyről, más gyülekezetekből eljutott hozzánk a kérés, hogy imádkozunk, hogy közben járjunk valakikért. Tehát ezt így két listába vettük, ami mégis egy kicsit tisztább képet nyújt abból a szempontból, mert annyira nőtt a gyülekezet betegeink listája, hogy gondoltuk, hogy így kettévesztük ezt, és bárhonnan még van ilyen kérés, hogy valakiért imádkozunk,
tehát nagyon szívesen megtesszük és örömmel közben járunk. Csak ezt a kis változást, hogy mégis egy kicsit világosabban, tisztában lássuk a különbséget. És délután 3:30-tól ismét megkezdődött a kórház misszió, úgyhogy a mai nap is 3:30-tól, akik szeretnének ebben részt venni. Jelenleg még nincs hivatalos engedélyünk arra, hogy ezt a fajta munkát végezzük a kórházakban, de reméljük, hogy hamarosan ez is megoldódik. De addig is már, azt hiszem, a 2 hétre visszamenőleg a fiatalok egy része elkezdte ezt a munkát, és szép tapasztalataik vannak. Gondolom, hogy a gyülekezet tudomására is hozzák egy adott alkalommal. A délután folyamán egy szemináriumot fogok bemutatni, ami az Unió által készített anyag, és ez inkább mondjuk, hogy inkább a gyülekezeti tagokat érinti, és ennek követően, ugyebár ezből kifolyólag bizonyos gondolatok merülnek fel, tehát a misszió az egyházunk állapotával kapcsolatosan, és azután pedig egy misszió bizottságot szeretnék létrehozni, ami talán szeretném, hogy olyan legyen, mint már egyszer már volt. Ez alkalommal lehet, hogy a délután énekpróbának a róvására fog ez menni, de szeretném ezt kicsit tágabb és nyíltabb körben megtenni. Tehát a délutáni tisztelet után, akik szeretnének részt venni ebbe, mert ismét ugyebár jövő héten van egy gyűlésünk a lelkészeknek, és akkor egy bizonyos fokú misszió tervet mindig le kell fektetni, és azt szeretném, hogy ne csak az én gondolataim, vagy ne csak esetleg a bizottság és a kibővített misszió bizottságnak a gondolatai legyenek, hanem esetleg a gyülekezet, aki igazán részt akar ebbe venni, és, vagy pedig itt lenni és jelen lenni, vagy hozzászólni, tehát a délutáni tisztelet után, egy kis szünet után alkalmat kerítünk erre a közös misszió beszélgetésre. És egy utolsó hirdetést szeretnék megtenni, ami érinti valamilyen szinten a délelőtti adakozásunkat is, és pedig a beteg listánkon most itt felkerült Asanake Tímia is, akiről már tud a gyülekezet, tehát Asanake Mácsai testvérnek a leánya. Róla engedjetek meg, hogy egy-két szót hadd említsek, mert sokan valamennyit tudunk, mások meg egyáltalán még nem tudnak. Múlt héten talán már ki volt jelentve, de viszont a hét folyamán vasárnap este rosszul lett, és a kórházban sürgős műtéten kellett átessen, aminek következtében ugyebár az emésztés leállt, és muszáj volt oldalt kivezessék ahhoz, hogy ez ne legyen probléma. Amiről viszont nem voltunk pontosan informálva, hogy ez nem azt jelentette, hogy azt a bizonyos daganatot is eltávolították a vastagbélből, az ugyanott maradt, és ugyanott maradt minden, ami még az alsó vastáji részhez tartozik. Az orvosok nem sok reményt adnak erre, és úgy gondoltuk, hogy ha bár nem volt előre kijelentve, de ezt a délelőtti gyűjtést, mivel sürgősügyi esetről van szó, oda szánnánk a tímjának a megsegítésére, és pedig, hogy miért is, és ennyire sürgősen. Ezt azért tennénk meg, mert ugyebár itt az orvosok lényegében azt mondták, hogy nincs mit tenni, tehát olyan mértékű, és így is fogalmaztak, hogy 15 éves korban, tehát elcsodálkoznak ahhoz, hogy ők még nem láttak, hogy ilyen mértékben teljesen ellepje ez a rák betegség egy ilyen gyermeket, és azt mondják, hogy nincs mit tenni. És akkor ugyebár, mikor az itteni orvosok lemondanak, hogy a Románián belüli orvostudománynak tehát már nincs kezelési módja erre, akkor ugyebár folyamodhatnak egy kérvény által, hogy külföldre vihessék, és akkor külföldön vegyék igénybe az esetleges szolgáltatásokat. És akkor ezt egy bizonyos kérvényt kell írni, és az orvosok aláírják. És mikor ezt a kérvényt megírták, hogy vihessék külföldre, úgy ugyebár akkor a biztosító így kell álljon a költségeknek egy részét, vagy az egészet, nem tudom.
akkor az orvosok nem írták alá ezt, mert azt mondták, hogy igenis lehet Romániában kezelni. Tehát egy kicsit ellentmondás, hogy egyszer lemondanak róla, aztán pedig csak nem engedélyezik. Azt mondják, ha akarnak, menjenek saját költségre. Tehát család reménykedik, Jóistennél van minden, nincs lehetetlen. Tudom, többen a gyülekezetünkben is küszködnek ezzel a betegséggel, de ebben a mértékben, hogy ez a kis leányka most egy hónap leforgása alatt, amilyen helyzetbe került, tehát ez nagyon megrázó. Úgyhogy ez egy délelőtti gyűjtést is ezen alkalomra szálljuk. Lehet azt mondani, hogy ha nem vagytok felkészülve, vagy esetleg többet tennétek, mint amennyi esetleg most nálatok van, ezt esetleg, ha vesztek borítékot, és, vagy ha valami kis szetté van nálatok, és esetleg rá tudjátok írni az összeget, hogy most nem tudok többet tenni, de lehet délután elhozom, vagy jövő héten elhozom, akkor az azért volna fontos, mert sürgősségről van szó, hogyha nem is tettünk be pénzt, de ennyit fogunk oda tenni, névre szólóan, akkor így a gyülekezeti pénzből megelőlegeznénk azt az összeget, amit tudjuk, hogy a testvérek odaszántak, és hogy minél hamarabb el tudjuk küldni, mert nem várhatunk, hogy majd jövő héten gyűjtünk, azután lehet már késő lesz. És ilyen formában, hogyha valaki még délután tudja elhozni, akkor tegye be egy borítékba, írja alá, hogy milyen széle van, és akkor délután egy gyűjtésbe is meg lehet ezt oldani. Tehát köszönjük szépen a gyülekezet hozzáállását, és mindezek mellett az imádságról ne feledkezzünk el, mert nagyon nagy szükségük van őnek is, mint az egész családjának az Isten segítségére és közbenjárására. Jóisten tegyen csodát ebben az esetben is. Isten adott. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Íme 6 kérdés és válasz. Ki adta ezt a csodálatos ajándékot? A mi mennyei atyánk. Miben állt ez az ajándék? Szeretett egyszülött fiában. Miért adta ezt a nagyszerű ajándékot? Mert annyira szeretett minket. Mibe került ez az ajándék? Fia életébe. Kinek ajándékozta oda? Nekünk, mindnyájunknak. Mit kell tennünk, hogy ebben az ajándékban részesüljünk? Semmit, csak higgyünk benne. Adja az Úr, hogy ma délelőtt szeretetből és hálából tudjunk adakozni. Amen. Seprősön fog megkeresztelkedni. Érzi azt, hogy a Jóisten hívja, és ilyen formában is oda akarja szállni az életét a Jóistennek való szolgálatra. Az ő bátyával együtt, Alexel és még két seprősi kis barátnőjével, mert ugyebár valamikor ők a seprősi kerületben szolgáltak, és együtt fognak holnap egy órakor megkeresztelkedni. Tehát Jóisten segítsen meg, hogyha bár túl is esett, még egy hete sincs ezen a műtéten, mégis segítsen meg, hogy egy szép alkalom legyen ez, és az áldásokat is érje ebben a lépésben.
ételünk, volt ruházatunk, hálásak vagyunk mindenért, mennyei atyánk. Most elhoztuk a téged megillető részt, tizedeinket és adományainkat. Adj, jó Istenünk, hogy ne csak ma, hanem életünk minden napján szeretetből és hálával tudjunk adakozni, és add, hogy egész életünket szeretet és hála vassa át te irántad és embertársaink iránt. Arra kérünk, áld meg az adományt, juttasd oda, ahova a legnagyobb szükség van rá, és adjad, jó Istenünk, hogy ezáltal is műved előre haladjon, minél hamarabb el tudjál jönni az égnek felőjén, de adjad azt, hogy el tudnánk készülni a veled való találkozásra. Add, hogy e mai nap is erre szolgáljon, hogy tanítsál bennünket és oktassál, és add, hogy azok által éljünk minden napjainkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz, nem a mi érdemünkért, Jézusunkért kértünk. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és kívánom a Jóisten áldását mindannyiunk számára ezen délelőtti alkalommal. Bibliában, amikor olvasgatunk és beszélgetünk a Jóistenről, akkor nagyon sok mindent megtudhatunk az Istenről, hisz azért írta az igét, hogy ezen keresztül egyre jobban megismerjük őt.
És az ige által nagyon sok isteni tulajdonságot is tudunk meg a jó Istenről. Fontosak-e a mi számunkra ezen isteni tulajdonságok? Fontosak, igaz? Miért? Mert tudjuk, hogy ezek az Istennek a jellemét tükrözik vissza. És egy felől a mi feladatunk is elvárja tőlünk a jó Isten, hogy elsajátítsuk ezeket az isteni tulajdonságokat, ezeket az isteni jellemvonásokat, azért, hogy visszatükrözhessük az adott környezetben, ami életünk részeiben, ott, ahol élünk, mozgunk és vagyunk, az Isten jellemét. Egy ilyen tulajdonság többek között, amit az apostolok cselekedetének a 10. fejezetében megfogalmaz az Isten igéje, és pedig a 34. versben, tehát apostolok cselekedete 10. fejezet 34. verse. Péter pedig megnyitván száját mondta, bizonnyal láttam, hogy nem személyválogató az Isten. Ugyebár nem vagyunk túl messze a szombatiskola témánktól. Viszont is felmerült ez a gondolat, és pedig a személyválogatásnak a gondolata. A délelőtt folyamán is szeretném, hogyha még jobban elmélyítenénk ezt, mert nem egy egyszerű dologról van itt el szó, és ez egy fontos tulajdonság a jó Istennek. Tehát jó tudni azt, hogy amikor az Istenről beszélünk, akkor azt mondja az írás, hogy az Isten nem személyválogató. Ugyebár nem nézi azt, hogy az embernek milyen gazdagsága van, nem nézi azt, hogy milyen bőrszíne van, nem nézi azt, hogy milyen pozícióban helyezkedik el a társadalomban az ember, és talán még lejjebb menve az iskolai végzettség sem számít a Jóistennél, hanem talán még az sem, hogy milyen és mennyi bűnt követett el az ember, tehát az Isten a személyi válogatásban egészen másképp gondolkozik, mint lehet, hogy mi emberek. Jóisten egész mást néz. Mit néz a Jóisten? Azt néz a Jóisten, ami a szívben. És ebből következik, ami ugyebár mindig a tanulság, amit szeretnénk levonni, hogyha tehát a Jóisten nem személyválogató. Hogyha én vissza kell tükrözzem az Istennek a jellemét, ezen jellem tulajdonságát is, akkor azt jelenti, hogy ha ő nem személyválogató, akkor én sem lehetek a magam során személyválogató. Ugyebár, ha megint ide vetünk egy pillantást ezen ígére, amit Péter itt megfogalmaz, hogy bizonyan láttam, hogy nem személyválogató az Isten, hát itt úgy gondoljuk, hogy itt az evangélium hirdetésére utal itt Péter is, tehát, hogy nem csak a zsidóknak, hanem a görögöknek is, és a pogányoknak is, tehát mindenki számára kell hirdetni az evangélium. De vajon csak ebben az összefüggésben kell erre gondoljunk, amikor a Jóistenről beszél Péter, hogy bizonyan az Isten nem személyválogató, mármint csak, hogy mindenki számára el akarja mondani az örömüzenetet, és mindenkit meg akar menteni, vagy pedig másféle formában is el kell gondolkozzunk ezen a dolgon. Nem csak erről van szó az evangéliumnak a hirdetéséről, hogy minden fül meghallja. És ebben nem kell nekünk különbséget tenni emberek között, hanem ha az egész Bibliát végig nézzük, áttekintünk rajta, akkor láthatjuk azt, hogy mindenütt újra és újra felmerül a személyválogatásnak a gondolata és a kérdése, ami nagyon sokszor egyáltalán nem az evangélium hirdetését veszi célpontba vagy keresztűzbe. Szeretném, hogyha most egy kicsit elmerülnénk ezen igeversekben, és aztán próbálnánk a tanulságokat levonni belőle. Először olvasnám a Mózes 5. könyvében a 10. fejezetből a 16. verstől a 20-ig. Metéljétek azért körül a szíveteket,
És ne legyetek ezután kemény nyakúak, mert az Úrat istenetek, Istenek Istene és Uraknak Ura, nagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. Igazságot szolgáltat az árváknak és az özvegyeknek, szereti a jövevényt, adván neki kenyeret és ruházatot. Szeressétek azért a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Az Urat, a te Istenedet félt, őt tisztel, ő hozzá ragaszkodj, és csak az ő nevére esküdj. Tehát ebben is láthatjuk, hogy egy kicsit bőven leírja, hogy tulajdonképpen a Jóisten azt mondja, nem személyválogat a király, király és az Uraknak Ura. De például Jób 13.10-ben egy rövid gondolatban ezt mondja, keményen megbüntet, ha titkon vagytok személyválogatók. Tehát Jóisten büntetéssel illeti, tehát úgymond bűn kérdésének veszi a személyválogatást. A Jób 34.19-ben azt mondja, aki nem nézi a fejedelmek személyét és a gazdagot a szegénynek fölébe nem helyezteti, mert mindnyáján az ő kezének munkája. Itt nem említi konkrétan a személyválogatás szót, de az egész szövegkörnyezetből kitűnik az, hogy Jóisten nem szereti, hogyha különbséget tesznek emberek között. Vagy példabeszéd 18.5. A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben. Itt megint nincs meg a szó, de ugyebár az igazságot elfordítani, tehát ez megint bizonyos személyválogatás miatt, megint ott van a gondolat az égében. Példabeszédek ugye 24-23. Ezek is a bölcsek szavai. Szemét válogatni az ítéletben nem jó. Azért olvasok több Biblia verset, és még néhányat engedjetek meg, hogy lássuk meg, hogy mennyire át van szőve Isten igéje ezzel a gondolattal, és mennyire kell nekünk ezt komolyan venni. Ugyancsak a példánál, példabeszédeknél 28-21-ben azt mondja, személy válogatni nem jó, mert még egy falat kenyérét is vétkezhetik az ember. Igaz? Tehát még apró dolgokban is az ember személy válogatást tehet, és oda kell figyelni. Vagy Malakiásnál azt mondja a második fejezet 9. versében. Azért én is szidalmasakká tettelek titeket, és utálatosakká az egész nép előtt, amiatt, hogy meg nem őriztétek az én utamat, hanem személyválogatók voltatok a törvényen. Tehát egyikre alkalmazzuk a törvényt, másikra nem alkalmazzuk a törvényt. És azt mondja, hogy ez nem jó, ez szidalommal kell illeselek benneteket, mert nem jó, ha eképpen teszünk. Az új szövetségben Róma belekhez írott levél második fejezetében, a 11. vers, egy rövid gondolat csak kiragadva, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Igaz? Nincsen. Tehát röviden és tömören, hogy Efézus 6.9-ben, ti is urak, ugyanazt cselekedjétek ővelük, elhagyván a fenyegetést, tudván, hogy a ti utatok is mennyben van, a ti uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen őnál. Igaz? Ugyanazok a gondolatok újra és újra felmerülnek. Még két ígét engedjetek meg. Például Jakab 2.9-ben, de a személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztalva a törvény által, mint annak megrontói. Tehát kimondott véteknek tartja az Isten a személyválogatást. Az utolsó vége, Péter első levele, első fejezet 17. versében, és ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a jövevénységeteknek az idején. Hát láttadjuk azt, hogy milyen sok rétű módon a Jóisten újra és újra ószövetségben, új szövetségben azt mondja, hogy oda kell figyelni, nem jó, hogy személyválogatók vagyunk. A személyválogatás azt jelenti, mit is jelent? Megkülönböztetünk embereket, személyeket egymástól. Válogatunk közöttük. Igaz, ez ilyen, az olyan, és nagyon könnyen bele tudunk esni ebbe a helyzetbe. De hová vezet a személyválogatás? Miért óv annyira bennünket a Jóisten a személyválogatástól? Gondolunk egy-két ószövetségi esetre, csak úgy éppen megemlítjük, ott van Izsák és Rebeka, és az ő gyermekeik. Az egyik értékesebbnek tartotta Ézsaut,
A másik értékesebbnek tartotta Jákobot. Az egyik az édesapa szíve húzott jobban, a másik az édesanya szíve, és már is ott volt a különbségtétel, amit tudjuk, hogy milyen problémához vezetett, hogy aztán elszakadt a család, és volt eset, hogy nem is látta például az édesanyját Jákob. Vagy ott van Jákob, ezt a módon tovább folytatta, igaz? De 12 fiú gyermeke, és abból az egyiket kiemelte, különösebben másképp nevelte, cifraruha, több tanítás, és így úgy, és megint tudjuk, hogy ennek is megvoltak annak a túlzott szerepetnek, ennek a túlzott figyelmességnek is a negatív hatásai, amit persze Jóisten jóra tudott fordítani. Tehát a személyválogatás, azt szeretnék kiukadni, hogy ami megromlott természetünknek a része. Tehát ami bűnös, megromlott természetünk része, tehát szinte belénk van már ivódva, belénk van plántálva a személyválogatás, ami az Isten szemében egy vétek és bűn. Tehát ezért nem szabad megnyugodni, hogyha ilyesmit felfedezünk magunkban, hanem egészen komolyan küzdeni kell a személyválogatás ellen. Különbséget tenni többféleképpen lehet. És pedig úgy szoktuk mondani, hogy hát van szimpátia valaki szerint, valaki irányában, vagy pedig esetleg van antipátia. Tehát pont az ellenkező része. És általában ezek mozgatják az embert. Egyikre kellemesebben tudok tekinteni a másiktól, szinte érzem, hogy úgy a távolságban köztem és ő közötte. És sokszor nem tudjuk, hogy miért is van ez. Nem is tudjuk, hogy miért az egyik vonzóbb, miért az egyik szimpatikusabb, és a másik pedig miért antipatikus, vagy pedig miért pont az ellentétes érzéseket váltja ki belőlünk. Lehet, hogy apró kicsi dolgok, de mégis ott van bennünk egyfajta ellenszenv a másik irányába. Lehet, hogy milyen apró dolog. Hát mit tudom, már ahogy kinéz, már az első benyomás, már nekem az nem olyan volt, és onnantól fogva másképp viselkedek vele. Vagy pedig, mit tudom én, vihogva nevet mindig. És akkor nekem ez már elég, hogy a negatív sarokba nyomjam azt a másik embert. Igaz? Hogy ki tudja, milyen apró dolgok, és ezek már elégségesek ahhoz, hogy bennem a személyválogatás csíráját, ami ugyebár ott van bennem, felé lesz-e, és talán hatalmasabb méreteket öltsön a másik ember személyével szemben. Kétféle okot különböztethetünk meg, amikor személyválogatók vagyunk emberekkel szemben. Az egyik ok lehet az, amiről az a szegény másik ember nem is tehet. Igaz? Nem is tehet, és amiért mégis különbséget teszünk ő között és mások között. Lehet, hogy valaki nem elég okos, igaz? Vagy lehet túl okos. És már ez az én kategóriámban egészen máshova tartozik. De ő nem tehet róla. Lehet, hogy olyan körülmények között nőtt fel, hogy szegényesebb körülmények között nem volt lehetősége, hogy iskolázottabb legyen, és hát így tehát az ő élete. De ezért, amiről ő nem tehet, de mégis belekerülhet egy ilyen személyválogatás kategóriájába. Nem elég gazdag az illető, vagy lehet túl gazdag, és akkor ma azért nézek rá más szemmel. Vagy lehet, hogy tényleg olyan kisebbségi körülmények között született, vagy bármit említhetünk, amelyekben nem biztos, hogy az illető sokat tehet arról, ezen körülmények, vagy ezen hatások miatt megkülönböztetik. Van a másik dolog, ami viszont az embernek a személyiségével függhet össze, ami miatt esetleg én személyválogató vagyok vele szemben. Nem úgy beszél, mint ahogy azt én szeretném, igaz? Vagy pedig nem úgy viselkedik, nem úgy cselekszik, ahogy az az én személyes elvárásom, és akkor én már rögtön kategorizálom és más helyre tolom a rang létrán. Igaz? Lehet, hogy szerintem ez túl ízelgő ember.
Szerintem ez túl képmutató, ez a másik ember. Vagy túl becsvágyó, vagy túl modortalan, túl durva, igaz, maga megfogalmazásában, udvariatlan, kötekedő, beképzelt. Lehet csak éppen nem tisztálkodik rendesen, és akkor már az ember más kategóriába teszi. Tehát az ember személyiségétől függnek, mert ő olyan, amilyen, de ezért én kategorizálom és személyválogató vagyok. Az okok minden embernél eltérőek lehetnek. Lehet így is, lehet úgy is. De vannak, és lehet, hogy fel magunkra ismerünk, hogy szinte akaratlanul is ilyen skálát állítunk fel a személyválogatásnak a szintjén. Igaz? Mondjuk, hogy egy ilyen legdurvábbat, hogy hát én azt ki nem állhatom. Igaz? Tehát ott van a legtávolabbi sarokban én tőlem. Ki nem állhatom az ilyen. Lehet, hogy a másik kategória, hát ez csak olyan ellenszenves, nem tudom miért, de valahogy olyan mindig olyan furcsán nézek rá, hogy ki tudja, hogy mi fog történni, igaz? Ellenszenves a másik. Lehet, hogy újabb kategória, ez csak közömbös az én számomra, igaz? Hát nem azt nem szorod, ott van, jó van, nem foglalkozok vele. De lehet, hogy már jövünk közelebb, egy kicsit szimpatikus. Nem éppen minden, amit csinál, de vannak olyan dolgok, amelyeket úgy kedvelek ennek az embernek az életében. Vagy pedig lehet olyan, hogy hát nagyon kedvelem azt a másik illetőt, igaz? És lehet, hogy ráismerünk is, még lehet, hogy még aprólékosabbra vehetnénk ezt a személyválogatás kategóriáját, ami észrevétlenül jelen lehet az embernek az életében. Keveset beszélünk róla, de a személyválogatás épp olyan súlyos bűn a Biblia és az Isten szemében, mint maga az irigység. Mert tulajdonképpen egy törőfogunk. Az irigység is pont onnan fakad, mint onnan a személyválogatás is fordítva. Tehát a gonosznak, az ördögnek a munkája. Ezért van bennük közös dolog. Mint minden bűn, miért veszélyes ez is a személyválogatás? Mert vakká teszi az embert. Süketté teszi az embert, és egy torz önértékelést idéz elő a saját magam életére nézve. Torzul ítélek meg másokat, és az én saját önértékelésem is eltorzulhat. Például nézzük meg, hogyha valakit pozitívan különböztetünk meg. Ismerjük rá saját magunkra. Mi történik akkor? Amikor pozitívan nézek egy személyre, pozitív oldalba különböztetek meg valakit, akkor kevésbé veszem észre az a embernek a hibáit. Mondjatok meg, ha nem így van. Kevésbé veszem észre, hogy hibázik. Vagy pedig lehet, hogy észreveszem, hogy hibázik, de valahogy hát mégsem figyelmeztetem, mert hát ő a kedvesebb az én számomra, igaz? Nem figyelmeztetjük, pedig észrevesszük. Vagy lehet, hogy rossz tanácsot adott nekünk egy alkalommal. De akkor sem haragszunk rá. Azt is elfogadjuk, mert hát ő a pozitív sarokban van az én életemben. Vagy lehet, hogy még akkor is segítek a másikon, amikor már olyan túlzásba lehet vinni a személyválogatást, amikor a másik rossz úton jár, és rossz fele megy, és még mindig segítek neki, mert hát annyira kedves neki az az illető, hogy nem tudom megbántani. Tehát a pozitív irányban, a szempontból, hogy tehát pozitívan tekintek valakire, és ilyen hatásokkal különbözhetetek meg mást. Vagyis nem mondom, hogy mindenki csinálja, de a bennünk levő bűn hajlamossá tesz bennünket, hogy így tekintsünk más emberre. Mint hogy az igében is olvastuk, hogy azt mondja, a törvényben ne legyetek személyválogató, igaz? Hát egyikre alkalmaztuk, hát erre most egy kicsit nem úgy alkalmazunk. Mi van akkor, hogyha valakit negatív szemszögből különböztetünk meg? Pont az ellentétes oldal. Hajlamosak vagyunk akkor is, hogy annak az illetőnek csak a hibáit vegyük észre. Van így? Nagyon sokszor. Lehet, hogy a szegény másik mondhat jót, csinálhat jót, lehet neki igaza, de akkor is én vak vagyok vele szemben, mert én negatív szemmel nézem az egész embert.
Bármilyen jót csinálhatsz, én nem látom azt a jót, én csak a rosszat látom, a negatívot, mert egyszer nekem az mondott valamit, egyszer az úgy nézett rám, és onnantól fogva mehetne a föld címéről, én nem tudom a másik oldalra helyezni, csak is rossz szemmel nézek rá. Miért? Mert hiszen ettől az embertől, az én szemszögömből semmi jó nem származhat. Ide vezetett a személyválogatás. És ezért nagyon veszélyes, mert lehet azt mondjuk, hogy hát, ha mégis segítségre szorul egy ilyen ember, aki számomra negatív sarokban van, akkor hát nagyon nagy nehezen azt mondja, csak segítek rajta, hogy hát nem mondják már azt, hogy én személyválogató. Értjük, hogy pont attól akarok megszabadulni, amiben lényegében benne vagyok. Csak úgy kívülről akarom egy kicsit szépíteni a dolgot, de ott a belülről a egészen másképp gondolkozom. Tehát ha a torz az önértékelésünk, akkor ez egész lelki életünket meg tudja változtatni. És azért következik be ez a torz önértékelés, mert egyeseket magunktól különbeknek tartunk, és más esetben mi saját magunkat tartjuk más emberektől különbeknek. És ezért a személyválogatást nagyon tökéletes módon tudja a sátán a mi életünkben befolyásolni. Ha jobb belegondolunk, senki nem kivétel ezen bűn alól. Valamilyen mértékben sátán szeretné, hogyha mindenkire elhatna ez, és ezért beszél maga Jakab apostol is erről, és hiszem, hogy a leckében is próbáltuk alaposan áttanulmányozni ezt, mert egy lehetőség van arra, hogy az ember a személyválogatástól mentes legyen. Melyik az a lehetőség? Ha Jézus Krisztus uralja az embernek a szívét. Ha engedjük, hogy Jézus Krisztus legyen a mi szívünknek az ura, akkor sátán a személyválogatás bűnével nem tud úrrá lenni rajtuk. Igaz, hogy olvastuk leckében Jézus Krisztusról, tanítványok is csodálkoztak, hogy együtt eszel a vámszedőkkel és a parázsnákkal és a bűnösökkel. Tehát hogy van ez? Jézus Krisztus ezt mutatta be, igaz? Tehát mindenki irányába, mindenki felé egyforma hozzáállással, egyforma eséllyel nyúlt le, és ezt kell nekünk megtanulni. Hogyha felfedezzük az életünkben ennek a személyválogatásnak akár a csíráját is, akkor kell kérjük az Istent, hogy segítsen az ő szemével nézni a dolgokat. Az ő szemével látni az embereket, ne az én saját szememmel, ami megvan már fertőzve. És ilyen formában meg tudunk szabadulni a személyválogatásnak a kísértésétől, a bűnétől, hogyha a Jóistenre tekintünk. Hogy miért olyan fontos ez? Hadd olvassam el itt a végére, ismételtem ezt a két igeverset, amikor a Jobbnál, Jobb 13.10-ben azt mondja, keményen megbüntet, ha titkon vagytok is személyválogatók. Tehát nem azt jelenti, hogy nyíltan én nem mutatom ki, hanem csak úgy elrejtem a szívemben, és ott belül azért nekem megvannak a kategóriák. Azt mondja, Jóisten ezt is keményen bünteti, tehát a szívünk mélyeiből is, onnan is ki kéne törölni ezt, ezért, hogyha engedjük, hogy Jézus Krisztus egészen, teljes mértékben elfoglalja a helyet, ami szívünkben, a mi életünkben, akkor ezen titkos helyekről is ki tud törlődni, például úgy az irigység, mint maga a személyválogatás is. És azt mondja a Jakab 2.9-ben, de ha személyválogatók vagytok, vétkeztek. Igaz? Tehát Jóisten őrizze meg bennünket attól, hogy ebbe a vétekbe hosszú ideig benne maradjunk. Ha felismerjük a mi életünkben, törekedjünk arra, hogy ezt valóban Jézus Krisztus tudja helyrehozni, tudja gyógyítani a mi életünkben. Lehet azt mondjátok, hogy hát azért nem teljes mértékben igaz, mert valamilyen mértékben még a Jóisten is személyválogató, mert ugyebár nem mindenki fog az ő országába bekerülni. Ez nem az Isten szemszögéből van mérve, és
a Jóisten valóban személyi válogat, és valóban nekünk is bizonyos mértékben át kell gondolni, kell bölcsességünk legyen ahhoz, hogy mostan például kin segítünk, vagy kin ne segítünk. Ugye már felmerült a fiatalok leszki átvételénél is, hogy hát most melyik szegénynek segítsünk, aki az utcán csak jön és kérleget, ugyebár, tehát hogyha senki nem teszünk különbséget, akkor bárkinek adod, és lehet, hogy nem is jól teszel. Tehát nem ilyen szempontból érintettük meg a ma délelőttön a személyválogatás kérdését, vagy nem a bűn szempontjával érintettük meg, hogy most ki cselekszi az Isten akaratát, és ki nem cselekszi, mert valóban Jóisten ez alapján, az engedelmesség alapján dönti el azt, hogy mostan ki is lesz az ő országában, és valóban megválogatja az embereket. De az én hozzáállásom, mikor csak ránézek egy emberre, mikor csak valami van, már annyira ott van bennünk, hogy az ilyen, ez olyan, az amolyan, tehát ezt a lelkületet kéne valahogy visszaszorítani a mi életünkben, hogy ha másik még rosszat is tesz nekünk, vagy bosszúálló, vagy haragos, igaz? Hát hogy olvastuk, azt mondja, hogy imádkozzak ott élete, szeressétek, még az ellenségeiteket is. Na, hogy fogjuk tudni mi ezt megtenni? Imádkozni, jót tenni azzal, aki átkoz bennünket, vagy, és még sorolhatnánk, irgalmasok lenni másokkal szemben, az ellenségünkkel szemben, hogyha a személy válogatás bűnére nem figyelünk oda. Nem fogjuk tudni ezeket megtenni. Tehát ilyen szempontból beszélgettünk ma délelőtt a személy válogatásról, ami igenis szükséges ahhoz, hogy eltűnjön a mi életünkben, hogy valóban örök életre juthassunk. Jóisten segítsen meg, hogy fejlődhessünk ebben a dologban, és az ő kegyelme által. Amen.
hogy te gondviselő atyánk és Istenünk vagy, és köszönjük, hogy a te jellem tulajdonságaidat mi kiépíthetjük magunkban, nem a mi erőnk által, hanem a te segítséged és vezetésed által. És most különösképpen köszönjük Istenünk, hogy te nem személyválogató Isten vagy, hanem te mindenki irányában egyformán kinyilvánítod a te szeretetedet, mindenki egyforma eséllyel juthat el a te országodba, mindenkinek a maximális segítséged megadott ahhoz, hogy a rossz útról visszaforduljon, és a jót, az élet útját válassza. Ó, köszönjük Istenünk, hogy te így fordulsz mifelénk. De így kérünk Istenünk, segítsél meg bennünket, hogy mi is hasonlítsunk hozzád ezen a téren is. Bocsáss meg a mi gyarló, bűnös voltunkban, hogy oly sokszor személyválogatók voltunk és vagyunk, és küzdünk ezzel a bűnnel. Segíts Istenünk, hogy többet tekintsünk tereját, többet foglalkozunk te veled, és lássuk meg a te szeretetedet mind jobban és jobban, és így a mi életünkben, felismerve ezen kísértést, amikor jön Sátán, tőled kérve segítséget ad, hogy győzelemre juthassunk. Segíts, hogy ha netán egészen listánk van, hogy kit milyen kategóriába helyezünk a személyválogatás terén, Istenünk, segíts meg, hogy eltöröljük ezt a listát, és a te szereteted által, Jézus szeretete által, ami a mi szívünkben naponta életre kell, hogy keljen, ezzel a szeretettel és ezzel a gondolattal forduljunk minden egyes ember felé. Jó Atyánk, segíts, hogy így fel tudják használni bennünket a nagy munkában, és hisz elsősorban mi nekünk van szükségünk arra, hogy te rajtunk keresztül dolgozzál. Te jó Atyánk, megemlékezünk ismét Tímeáról, munkálkodj az ő életében, kérünk, hogy a te gyógyító kezeddel érintsed őtet, és akaratod szerint tégy gyógyulást az ő életében, hogy megdicsülhessen a te szent és nagy neved, de nem a mi akaratunk, hanem a tiéd legyen meg mindenek felett. Jézus nevében kértünk. Amen. Yeah.
Ezen a délelőtti Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Örvendünk, hogy együtt lehettünk ezen a délelőttön, és örvendünk, hogy vendégeink is voltak ezen a délelőttön, akiket már régebb óta látogatják gyülekezeteinket. De köszönjük a Csongvai Alfrédnak és kedves Olga testvérnek is, hogy itt voltak közöttünk, és együtt lehettünk, és így hosszabb idő után ismét találkozhattunk, érezzétek jól magatokat itthon, és az Istennek a közelségében. Még láttam még mást is, mert már láttam, nincs közöttünk, hamarabb elsietett más személyek is, akiket lehet, hogy most látok először, hogy Isten áldjon meg benneteket. Nem tudom, honnan jöttél, kedves? Marosvásárhelyről. Jó, Isten áldjon meg. Lehet, hogy a másik illető is onnan jött, ahonnan te jöttél. És számotokra is egy áldott szombatot kívánok, és érezzük jól magunkat Isten lábainál. Tehát ne feledkezzünk el 3:30-kor, aki szeretne a kórház misszióban tevékenykedni, akkor az megteheti. Nem tudom, itt találkoztok, vagy valóban találkozol, vagy a kórház misszióban honnan indultok, vagy hol van a találkozás. Itt a gyülekezetből, innen a gyülekezetből, tehát 3:30-kor, és a délután Isten tiszteletünk pedig 5 órai kezdettel kezdődik. Még a gyülekezet énekkarra gondolom fog most próbálni, és 12:30-kor szeretnénk egy telefonhívással a Timiát megkeresni, és egy éneket énekelni az ő számára. Úgyhogy ezzel is szeretnénk éreztetni azt, hogy a nagyváradi gyülekezet is együtt érez vele, és együtt küzdünk ebben a helyiségben. Jóisten, tegye áldottá a déli órát, ami számunkra, és akkor délután 5 órai kezdettel ismét legyünk együtt, és találkozunk, és dicsérjük a mi Istenünket. Amen. Amen.